civilizáció alapja, a habarcs, amely összetart egy-egy közösséget és nemzetet. Ezzel a gondolattal nyitotta meg Habis László, egri polgármester, a Magyar Szabad Sajtó napja alkalmából rendezett ünnepséget az egri városházán. A sajtó akkor szabad, ha a benne dolgozók értékítéletéből, tapasztalatából táplálkozik, és meghagyja a vélemény nyilvánításuk szabadságát és a tabuk nélküli kérdezés jogát, hangsúlyozta dr. Sesták Attila, a megyei kormányhivatal főigazgatója. Leszögezte, a Petőfiék által megkezdett utat folytatjuk ma is. Ez az út, ez a harc, ez ma is tart. Ha csak arra gondolunk, hogy tavaly évben 57 újságíró halt meg világban. Folytatva a megkezdett utat, ma a média éppen a 21. század jelentette kihívásokkal küzd. Tóth Csaba, a Heves megyei közgyűlés alelnöke rávilágította arra, hogy a közösségi médiának köszönhetően teljesen átalakul a korábban megszokott információközlés. Egy olyan forradalom kellős közepén vagy előtt állunk, ami a klasszikus és a 48-49-es időszakra jelentő információ továbbítás, újságírás, ez nagyon felülírja. Viszont az értéket és az alapokat ez a múlt jelenti. A mai újságírás folyamatosan gyorsul. Ennek a kihívásnak kell tudnia ma megfelelni az újságíróknak is. Az év újságírója címet az idei Magyar Szabad Sajtó napján Faragó Zoltán, a 60 Online, a Megyehatár és több helyi lap főszerkesztője vehette át, aki pályafutását a Gyöngyösi Városi Televíziónál kezdte, majd közel egy évtizeden keresztül tevékenykedett televíziószerkesztőként és politikai beszélgetések műsorvezetőjeként. Kiemelte, szerinte a Szabad Sajtó napját több okból is fontos megünnepelni. Egy valami nagyon fontos, hogy ne csak a szabad sajtót ünnepeljük, meg hogy szabad sajtó legyen, de legyenek jó műhelyek, meg legyenek jó csapatok, mert hát eredményeket nem lehet elérni, jó eredményeket, kiváló eredményeket, meg hosszú távú eredményeket, jó csapatok és jó műhelyek nélkül. Tehát amíg vannak jó műhelyek, addig van jó újságírás, van jó televíziózás, van érdemi internetes munka. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos megtartani, erre kell figyelni, aztán persze vannak vérzivataros idők, de azért előbb-utóbb a szabad magyar szó, a szabad magyar újságírás mindig mindent túlél. Az egri önkormányzat elismerését Ebner Béla, a Superinfo tördelő szerkesztője kapta, aki dolgozott még kulturális újságíróként és színi kritikusként is. Kérdésünkre elmondta, szerinte mi a kulcs ahhoz, hogy jó cikkek és jó lapok szülessenek. Az őszinteségre. Azt hiszem, ez az egyetlen, ami ma igazán sorvezetőt adhat egy újságíró számára. Hogyha ez nincs meg, akkor mindenfélre csúszik. Legyen az akár írott sajtó, akár elektronikus sajtó, egyszerűen kilóg a lóláb. Mint elmondta, sok keserűséget és még több boldogságot élt át az elmúlt években, de annak kifejezetten örül, hogy a magyar sajtó ma is szabad.